Június 21-e és 23-a között tartották az Óriás Pince tetőn a Székely Vágtát, amely a Nemzeti Vágta Sepsiszentgyörgyi előfutama. Az eseményen nem kizárólag a lovak szerelmesei számára készültek programokkal, a sok lovas esemény és bemutató mellett kulturális programok, erőpróbák, koncertek és előadások is csalogatták az érteklődőket. A programsorozatban a tavalyi évhez hasonlóan idén is megtartották a Góbé Olimpiát, amelyen a benevezett csapatok rátermettségüket bizonyíthatták. Szovátáról is részt vett egy fiatalokból álló csapat. Egyik barátom mondta, hogy lesz ez a verseny, és mondták, hogy szedjünk össze egy jó csapatot, amivel lesz esélyünk nyerni, és szóltak nekem, hogy akkor menjünk el, próbáljunk szerencsét. A versenyünk az 6 számból állt, 5 csapat indult rajta, Szovátával együtt. Ez a 6 próba, az első az csapatnak volt, a csapatban a fiúk indultak rajta csak, mi hárman, Bokor Bálint, Fazakas Alpár és én. Úgy volt, hogy kaptunk egy lécet, arra rá kellett álljunk mind a hárman, ugye voltak ilyen kicsi kötők, és azokba beleléptünk, és kellett azzal szinkronba lépkedni, és megkerülni a bálát vissza a starthoz. A második próba az a lánynak volt, zsákbaugrás. A harmadik próba pedig egy fenyőfát adtak a kezembe, és azt kellett így egyenesen tartani. Az pedig, aki a legtöbb ideig tartotta, az nyert. A gólyaláb volt, ami nem nagyon ment senkinek, de szerencsére abban másodikak lettünk, mivel gyorsan tudtuk teljesíteni azt a megadott távot. Ötödik próbának egy elég érdekes szám volt, úgyhogy egy nagy cső fel volt kötözve egy rönkre, ez pedig fel volt támasztva, és azon végig kellett húzzuk magunkat. Tehát, ha ráültünk a csőre, egy kötélre pedig végig kellett magunkat húzzuk, ezen is másodikak lettünk. Az utolsó próba, az pedig bálagurítás volt, az egyik csapatársunk ráállt a bálára, mi pedig gurítottuk, és aki hamarabb végzett, időre ment, ugye, az nyert. A csapatok mindannyian a legjobb formájukat hozták, mindannyian azért dolgoztak, hogy az első helyet szerezzék meg, végül a szovátaiaknak sikerült elnyerni a képzeletbeli dobogó legfelső fokát. Összességében a csapatunk nagyon jól teljesített, 4-szer lettünk másodikok, 2-szer pedig elsők, így 70 pontot gyűjtöttünk össze elsőként, a második csapatnak pedig csak 35 pontja lett. Szerintem ez elég jó eredmény. A mi csapatunkban, mi ugye mind 18-17 évesek voltunk, szóval ez pont egy jó korosztály volt. Az egyetlen feltétel az volt, hogy kell legyen egy lány is a csapatban. A nyertes csapat maximálisan elégedett volt az eredménnyel, az ajándékok mellett nagyszerű lehetőség volt a kapcsolatépítésre, a tapasztalatszerzésre, az eseményen való részvétel.